hol vagy Autel? Sziasztok! Ugye még valamikor a nyáron osztottam meg egy ilyen posztot, hogy talán május vagy június környékén az Autel Robotics írt egy Facebook posztot, hogy idén évvégéig minden jelenleg kapható drónjukat C minősítik, mint például ezt a kis Autel Evo Nano Plus-t is. Nem azt mondom, hogy kicsit tartok ettől a dologtól, de hát itt van november közepe, most már azért ilyen cidri az időjárás, fúj a szél, nagyjából 5 fok van most is, és hát azóta a legnagyobb probléma az, hogy még semmi hír nincs ezeknek a minősítéséről. Nem azt mondom, hogy lehetetlen teljesíteni, mert nagyjából még egy, hát ha azt nézzük, egy 4 hét van hátra addig, amíg szerintem mindenki gőzerővel dolgozik. Ott ugye a karácsonyi hajtásban már nem biztos, hogy azért sok esély van arra, hogy itt C-minősítést szerezzenek. És hogy miért rossz ez nekünk, nektek, mindenkinek ugye az egész világon? Mert azért hiába mondjátok azt, illetve láttam egy páran írták, hogy Európa milyen kicsi piac a gyártóknak. Nem. Azért Európa elég nagy egy kínai cégnek is, lásd a DJI. Tudom, ők a világ első számú dróngyártói, és ugye ők meglépték azt időben, minden egyes drónjuknál majdnem, ami jelenleg kapható, hogy C-minősítettek legyenek. Illene egy másik gyártónak is ezt azért megcsinálni, mert ha nem, akkor egy, hát hogy is mondjam, egy nagyon unalmas világ fog ránk várni, mind videóügyileg, illetve mind technikailag és mind választásügyileg, mert hogy az lesz, amit a DJI mond. Ugye, ha nem lesz C-minősítés, és ezeknek nem is feltétlen kellene C-minősítés. Elég lenne az Autel Nano Plusnak például ugyanúgy beleírni a gépkönyvébe azt, hogy az M-tomja 250 g alatt van, mint a Mini 2 SL-nek, és már is használható lenne open kategóriában 2024. január 1-je után lakott területen belül, mert ugye ez a legnagyobb probléma, hogy ha ezt nem tolják el, akkor ez nem így fog lenni. Ugye, ha nem lesz választási lehetőségünk arra, hogy lakott területen belül open kategóriában úgymond legális drónnal repkedjünk, akkor az egy nagyon unalmas világ lesz, illetve akkor nem lesz értelme nekem sem más drónokról videót készíteni, mint például erről kis Nano Plusról, ami ugye tök jó kis kamerában ellátva. Ha megnézzük a beállításokat, ugye kamera ügyileg azt mondja, hogy kamera tud RAW fotót, panorámafényképet készíteni RAW-ba, sőt, ugye a Hyperlapse-et is tudja RAW-ban, van benne éjszakai, meg portrémód, van benne MOV MP4, H264, H265, tehát tényleg igazándiból egy nagyon jó kis drónról beszélünk, tud bennünket követni, van benne első és van benne hátsó szenzor, úgyhogy én most itt át is állítom, és repüljünk egyet, mert egy szép. Már csipog is itt, ugye, hogy itt van mögöttem. Megfordulok, hogy benne legyünk a... Így van, itt is vagyunk. Most ugye láthatjuk, hogy pont úgy csillant be. Írja itt szépen a kijelzőmöm, hogy 2,8 méterre vagyok előtte. És hát, és már nem is tudok ugye közelebb jönni. Tehát tényleg egy tök jó kis okos drón. Azt mondja, hogy videó. Én tökre csípem, az irányításunk jó. Most ugye ilyen felhős, napos, hol elmegy a nap, hol előjön a nap. Egy ilyen érdekes időjárás van. Bal alsó sarokban látom, hogy mennyivel emelkedek föl, hány méter magasan vagyok. És tényleg, ahogy említettem, nézzétek meg, ugye ilyen gyönyörű bárányfelhők vannak. Lövök is nektek, azt mondja, hogy hol vagyunk, fényképet. Ahogy említettem, ugye van követés, vannak benne quickshotok, ugyanúgy van selfie, rakéta, van benne portrémód. Átváltunk a fotóra, és már tudok is nektek fotót lőni. A gimbalunkat tök szépen. Most, bár nem tudom mennyire látszik, de hogy mozgatom, tehát annyira szépen finoman lehet mozgatni. Fúj egy kicsit a szél, de ez nyilván se a videón, se a fényképen nem látszik meg. A bal alsó sarokban itt elő tudom hozni a térképet, vagy vissza tudom hozni ezt a kis iránytűt.
van benne egy kis zoom lehetőség, ide nézzetek, négyszeres, és tényleg az, hogy ilyen nagyon szépen finoman lehet mozgatni a gimbal, tehát hogy szerintem sokkal finomabb az alapbeállítása, mint mondjuk a DJI gépeknek, nyilván ezt simán át lehet állítani bármikor, bárkinek ugyanúgy a DJI gépek esetén, és itt van ugye a panoráma, na lőjünk egy szép panorámát, mindjárt megvárom, hogy egy kicsit kisüssön a nap a kijelzőn, szép kék meg zöld színek, na hajrá! Így van, 26 fényképből csinál itt nekünk egy szép 360 fokos panorámát. dolgozik az irányításom, tökéletes, tehát hogy tényleg egy tök jó gépről beszélünk. Kár lenne, hogyha ennek az uniós törvénynek köszönhetően, mert ugye ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt nem Magyarország, nem a politika, nem azért, mert valahol lefényképeztek egy stadiont vagy egy tankot, hanem ezt az unió, tehát ezt az unió találta ki, úgyhogy ezt sajnos miattuk szívunk ennyi mindennel. Magyarországon ami szigorúbb lett, az a 250 g helyett ugye a 120 g a játék kategória, de ha van rajtuk kamera, akkor igazándiból így is, úgy is tök mindegy. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy valahogy megoldja az autál, hogy legalább egy-két gépük legyen, mert ha nem, sajnos a többiről ugye az ilyen Hubsan és hasonlókról semmilyen hírem nincsen, se a, mi van még, a Unique, meg semmi, se a Perot, semmi. Pedig ugye a Perot is ugye Franciaország, ugye ők is itt vannak, mondhatjuk viszonylag közel hozzánk, meg ők nagyon nyomják magukat ugye Amerikába, ugye a hadseregni, ugye a Perot USA-val. Úgyhogy nem tudom, egyelőre azt kell mondjam, hogyha valakit érdekel a teljes jogi rész, na, közben el is készült a 26 fénykép, láthatjátok, hogy van még benne függőleges, meg vízszintes is, és tényleg, hát most ilyen igazi bárányfelhős napos időjárásom van, tehát tényleg bármit lehetne, lehet látni a bal alsó sarokban, hogy mennyivel előrébb van dőlve a gép, ahogy most ugye arról fúj a szél, és egy kicsit így megdől, azt mutatja nekünk ott az a kis iránytű. Egyetlen egy, közben szépen leereszkedek addig, szóval egyetlen egy hátrányát tudom felhozni a gépnek, illetve hát a gyártónak is. Az egyik az nem más, mint ugye a távirányítón, a stickek, ezt már több videóban említettem, hogy ugye letekerhető, de nincs helye, nincs hova tenni, tehát hogy nem tudjuk a távirányítóba szépen behelyezni, mint a DJI gépek esetén, illetve a másik, de majd erről mindjárt a ti véleményeiteket fogom kikérni. Ahogy említettem, ugye tényleg fúj a szél. Tehát lehet látni, hogy nézzetek, hogy hogy be van, ha minden igaz, most nagyjából talán most pont a kamerával szemben van, és ez nem én vagyok, hanem itt tényleg így be van döntve, dolgozik szépen, van repülésidőnk, na jó, közben addig leszállok. Szóval, amit említettem, hogy a... Így van, landolt is. Szóval, amit említettem, hogy talán a support és a szerviz az, ami még nem akkor előnye. Bár állítólag ugye Európán belül, Németországban már, mintha lenne egy autel szerviz, de megmondom őszintén, egyetlen egy dolog nem jutott el hozzá még az elmúlt idők során, az pedig tőletek a visszajelzés, hogy mi a helyzet a szervizzel. Volt problémátok? Hova küldtétek? Mit csináltak vele, ki csinálta és mennyiért? Gondolom nyilván ugye sokan tudjátok, hogy főállásban ugye már a MyAction Cam-nél dolgozom egy ideje. Tudom, hogy kikapcsoltam, köszönöm a csipogást. Szóval én ugye a DJI gépek szervizelésével vagyok tisztában, de ugye nyilván ez nem befolyásolja a Hobbit, illetve a Drónehangerit, hogy nyugodtan adok információt bármiről. Szóval írjátok meg kommentbe, akinek autel gépei vannak, hogy mi volt vele a probléma? Kicserélték, megjavították, ki csinálta, itthon csinálta, Németországban, vagy mi történt a gépetekkel, mert ez egy jó visszajelzés lenne, illetve láttam, hogy ti is írtatok már, hogy a
supportnak, hogy mi lesz a C minősítéssel. Hát nagyon remélem, hogy tényleg a hátralévő időben megoldják, és az autó lesz a következő, vagy akár ez a kis gép, akinek lesz C minősítése. Kár lenne, tényleg nem szeretném, hogy a bármennyire is, tehát ugye ez a munkám, ezzel dolgozom, mármint ugye a DJI-ja, de nem szeretném, hogy egyedülálló legyen, mert akkor egy nagyon uncsi jövő vár ránk. Illetve tényleg, tehát hogy legyen választási lehetőség. Ugye ez van ilyen szép sárga, fehér, szürke, piros színekben, más márka, más minden, tehát hogy tényleg kell a változatosság, kell egy jó versenyhez, nem? Tehát azért kell a választási lehetőség. Na, kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek, illetve hogy hányan használtok autógépet. A múltkor kiraktam egy szavazást a YouTube-nak ide a üzenőfalára, ahova lehet írni. Hát nem meglepő, gondolom, hogy ugye 80-valahány százalék ugye azt írta, hogy DJI, és a maradék oszlott el a többiek között, de tényleg írjátok meg, hogy ki az, aki autót használ, miért, milyen tapasztalatotok van, segítsünk egymásnak, hogy hát, ha valakinek az autógépek jönnek be, ne felejtsetek el feliratkozni, és reméljük a legjobbakat. Sziasztok!